Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mit akar a te házi állatod közölni veled. Itt a képen egy cica látható, de ez lehet egy kutya, vagy más házi állat is, és mi az üzenete. Nekem is vannak házi állataim, két cicám, Princessa és Tiger, és egy kutya, Dárga. Ők ide találtak hozzánk, mi nem is kerestük, de nagyon éhesek voltak, és én úgy gondolom, hogy pár évvel ezelőtt mi megmentettük őket, és otthonra találtak, jól érzik magukat a környezetünkben. És mi a helyzet nálad? Mi az üzenet? Itt ez a cica azt mondja, ó, milyen szép ez a környezet, olyan kényelmes, én itt olyan jól érzem magam, ki tudom magamat pihenni. Tehát ezek az érzelmek, ez is egy üzenet. Itt látható ez a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek, vagy hoztál egy fontos döntést, hogy egy helyet adsz számára, egy otthon, de ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen így van megírva a csillagképekben. Az is lehet, hogy ez a házi állat már nem él, de mégis ott a csillagokból jön ez az üzenet, hiszen van egy lelki kapcsolat. Amikor a cicákról van szó, természetesen megjelennek az egerek is, és az utal arra, hogy megkapja az ételt. Tehát boldog, hiszen van egy jó, kényelmes helye, és azon kívül te elkényezteted őt. Itt ez a kép jelenti a szerencsét, tehát szerencsés, hogy nálad van, boldog ebben a környezetben, és megvan a táplálkozás, megvan az étel. És ahogy látjuk, nagyon erős, te adsz erőt számára, tehát jól érzi magát, és itt ez a levél jelenti azt, hogy ez az ő üzenete. Ez a virágcsokor jelenti a szépséget, vagy a szép környezetet, így látja a dolgokat. Az is lehet, hogy szépnek tartja magát, vagy úgy figyelget téged, és úgy gondolja, hát te is egy nagyon szép, ápolt nő vagy. Itt a kulcs azt jelenti, hogy magabiztos, és megvan a biztonság érzete, hiszen te óvod, véded őt, adsz neki egy lakhelyet, egy otthont adsz neki, és ő jól érzi magát, hiszen itt biztos abban, hogy ez az ő otthona. És ez volt a felvétel. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.